pontszerzés reményében utazó Székesfehérvárra, Kisvárda, és a vendégek ennek szellemében kezdték a találkozót. Az 5. percben Ene fejesénél a kapufa mentette meg a hazaiakat a góltól. Ment előre a Várda, a Fehérvár viszont első valamire való támadásából megszerezte a vezetést a 16. percben Négó Talá Dombó kapujába. A folytatásban is jöttek a várdai helyzetek, egyenlíteniük azonban nem sikerült a vendégeknek. A második félidőben már Dombó kapusnak is többször kellett hárítania, a 87. percben pedig lezárta a meccset a házigazda, Nikolic, mint utóbb kiderült lestről, megszerezte csapata második találatát, így a Kisvárda pont nélkül távozott a MOL arénából. A pontok miatt mindenképpen hiányérzet van az emberben, de a mutatott játék alapján úgy gondolom, hogy reálisan terveztük, vagy szerettünk volna győzelemmel hazatérni. A játékosok abszolút beleraktak mindent, úgy gondolom, hogy domináltuk a mérkőzést, jobban játszottunk, és a Vidi se tudta pontosan, hogy szerezett gólt, de hát ilyen az élet. Hát erősebb csapat, jobb csapat, nagyobb büdzsével is megkapták azt a pici segítséget, ami kellett nekik ahhoz, hogy győztesen tudják elhagyni a pályát. Na most attól függetlenül lehet ebből a vereségből erőt meríteni, mert önbizalmat ad azért a játék, ahogy játszottunk, és azokat a hibákat, amiket elkövettünk, az egyértelmű, hogy mindig minden vereségből, hogyha tanulsz a hibából, akkor elérte a célját. Úgyhogy ez is pont arra tökéletes volt, hogy itt a végén itt még erősebben, még jobban tudunk készülni, még nagyobb önbizalommal, és biztos vagyok benne, hogy ez az, amit csináltunk, ez mindenki ellen eredmény is lehet. A forduló további eredményei a következők: Debrecen Kaposvár 1-1, Mezőkövesd Paks 0-2, Újpest Budapest Honvéd 1-0, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 2-0 és Ferencváros Diósgyőr 3-0. A tabella élén a Ferencváros áll 63 ponttal, megelőzve az 54 pontos MOL Fehérvár FC-t és a 45 pontos Mezőkövesdet. A 34 ponttal 7. Kisvárda kedden a Mezőkövesdet fogadja. Megmondom őszintén, az, hogy most nyernek mögöttünk a csapatok, az nekem csak tetszik. Így legalább egy kicsit izgalmasabban nézőknek, szórakoztatók. A csapaton az, hogy nyomás lenne, de hogy van nyomás, én rakok rájuk mindig nyomást, edzésem is ugyanúgy, hogy ők nem fognak emiatt bölcsösebben játszani. Ez általában így szokott lenni, hogy a végén menekül mindenki, de attól függetlenül mi ezt a mérkőzést nem azért, mert most nyertek a többiek, hanem amúgy is meg akarjuk nyerni. Úgyhogy a csapat jó állapotban van, föl van készítve, úgyhogy jó érzések vannak benne a meccsöt. A Kisvárda Mezőkövesd mérkőzés kedden 16:55-kor kezdődik a Várkerti stadionban. A 28. forduló további párosítása a következő: Újpest Debrecen, Budapest Honvéd MOL Fehérvár SC, Diósgyőr Zalaegerszeg, Puskás Akadémia Kaposvár és Paks Ferencváros.